hogyha valakit tetszett egy lány, akkor mondjuk meghívtam valamire, és ezt mondjuk a kárba fölírtam. Sok csaj ivott így módon veled. A kár rubrika formájában? Igen, a kár, igen. Hát igen. Tehát neked volt egy ilyen korszakod, amikor kiszúrtál egy csajt, és ez volt a drive? Igen, ez volt a drive, de már nagyon régóta ez volt a drive. Ez szerintem valahol nagyon-nagyon hátul biztos az a kis vidéki kisfiú, aki bizonyítani akar. Hogy menő csávó és helytáll. Igen. Majd nem a mennyiség volt a mérvadó? Nem. Hát a hódítás maga? Igen. Tehát ezt a csajt is elviszem. Igen. De nagy volt a dumád? Vagy ilyen ellenállhatatlan, sebezhetetlenség volt rajta? Nem tudom, mi volt ez, biztos. De nem néztem ki rosszul, sosem néztem ki rosszul. Ha merjük használni ezt a kifejezést! Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Szabó Győző, Jászai Mari díjas színész, reklámgrafikus. Színészetet nem tanult, a képzőművészeti főiskolán végzett grafikusként. Volt a Katona József Színház, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, jelenleg a Tália társulatát erősíti. Ő volt a Valami Amerika, a Magyar Vándor egyik főszereplője, de sokáig láthattuk őt a Beugró című műsorban. Hosszú ideig súlyos drogfüggő volt, mindenről könyvet is írt, ebből készült Herendi Gábor filmje, a Toxikoma. Második felesége Rezes Judit, Jászai Mari díjas színésznő, két fiúk született. Ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, aktuális vendégemnek mindig teátrálisan átnyújtok egy papírt. Köszönöm szépen, teátrálisan meg is nézem. Ezen a papíron kifejezések szerepelnek valamennyi aktuális vendégemnek életének egy meghatározó epizódjára, személyre, korábbi nyilatkozatára vagy aspektusára utal, az én hitem és reményeim szerint igen rejtjeles kifejezések mögé bújtatva. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy Szabó Győző mely kifejezések közül választhat. Tarcsi, valaha kiderült? Bárcsak megtenné valaki. Móka Miki. Tartózkodó szeretet? Kikerülöm. Vadász. Hosszú a lista? Saját megfejtés. Fékezhetetlenül. Távozz tőlem. Beleállok. Pecsét. Mindenki is. A látszatcsal. Fenyeget? Top 5. És te választasz majd. Nem biztos, hogy a fogalomból következő sztori az az, amire te gondolsz. Tehát azért ezek megtévesztő kifejezések. Tényleg? Nagyon. Csalafinták. Csalafinták? Fenyeget kérdőjel. Na. A fenyeget az a kiégésre utal, mert volt olyan időszak, amikor te rádióműsort vezettél, sorozatba játszottál, színpadon voltál folyamatosan, és emlékszem akkor, amikor úgy végig gondoltam a te napirendet, azon gondolkodtam, hogy a 100-át neki, ez meddig fogja Szabó Győző bírni? Nem féltél attól, hogy kiégsz? Nem. Volt egy olyan időszak, és akkor ebből a kapitány nyilván barátom, producer, rendezőm rángatott ki, amikor tényleg elegem volt a kicsi a színházba, és akkor ő fölkért a Kellemes Húsvéti Ünnepeket című darabnak. Ez egy belmondó darab. Belmondó, igen, és akkor... Vagy film. Film, és akkor ennek van egy színpadi verziója, és ő fölkért erre a szerepre, és akkor mondta neki, mivel mondom, én most itt nem vagyok, tehát most annyira azt érzem, hogy nem vagyok jó paszban, nem fogok, de pont ezt fog visszahozni, lalala, és akkor elkezdtük a próbákat, és tényleg így is van. De mi volt a baj? Én nem... A baj, én inkább az, hogy én nagyon szeretek utazni. Én nagyon szeretek a magam ura lenni. Nagyon szeretem... Szeretek olyan helyekre elmenni, ahol nem mindenki jut el, és ott is nem a turista úton, meg a kitaposott, hanem a abszolút autentikus környezetbe. Én belemegyek, én ha meghívnak egy teára, akkor bemegyek egy teára. Volt idegenek? Igen. Igen. De azzal mi a célod? Marokkóban... Kíváncsiság? Nyitottság? Igen. És olyanná válni egy kicsit azonnal, mint amilyen az ország, ahol vagy. Ez hiányzik. Nagyon sokat dolgoztam, tehát mentem tényleg reggeltől estig. És úgy mentél be a színházba, vagy forgatásra, hogy azt mondtad a párodnak, vagy bárkinek, hogy a 700-at neki rohadtul nincs most kedvem. Hátam közepére nem kívánom.
sosem vált gyárra a színház, de nekem én nem ott vagyok, bemegyek, ahogy belépek a színpadra rögtön. Ott vagyok, szeretem csinálni. Nem, csak annyi félét, és olyan sok mindent csináltam, hogy így azt éreztem, hogy így, hogy ez most egyáltalán nem jegyzik, hogy most én tényleg szívesen elmennék akár Balira egy évig csak halászni, vagy valamilyen. Nem teheted meg? Na, most már nem szerintem. Mi a korlát? Gyerek, a gyerek miatt? Gyerekek, igen. Az a pici kis szabadságérzés, vagy az a pici kis utazás az ezekben a motoros hétköznapokban annak meg. Tehát én most is ide is motoron érkeztem, mínusz 5 fok van, nem érdekel. Tehát amikor megyek, és csapja az arcomat a szél, és nem kell a tugóban állnom, és ott teszem a motort, ahol akarom. Nekem ezek mind, ezek is apró kis szabadság illúziók. De és lehet, hogy ezzel volt egy kicsit bajom, és köszönöm kapitány Ivánnak, mert visszahozott. Milyen értelemben hozott vissza? Tehát mi kattant át a korábbiakhoz képest? Tök jó próba folyamat volt. Nem voltam elfásult, nem voltam kiégett akkor sem, csak egyszer szükségem volt egy kis kicsit megállni. Aztán rájöttem, hogy itt most nincs megállás, ugyanúgy vissza a mókuskerékbe is tolni kell, és most is sorozatokat forgatok, így van, színházban játszom, film is van, lehet, hogy egy foglalkoztatott, vagy egy népszerű ember vagyok, de még nagyon sok mindent kell tanulni. Meg egy mit csomó... kell neked tanulni? Van egy csomó, például türelmet, türelmetlen vagyok a színpadon, sokszor türelmetlen vagyok magammal, a kollégákkal, ez persze nem egy vitába torkolik, csak mondjuk én... Fura, hogy én tudom, mit szeretnék, tudom, hogy akarom látni, így vagyok a főzéssel is, egy csomó mindennel, pontosan tudom, hiszen a vizuális típus vagyok, pontosan én látni akarom, tudni akarom, úgy akarom, gyorsabban akarom mondani, 600 dolgot egyszer akarok mondani, pont azért, mert azt érzem, hogy nincsen erre időm. És amikor valaki nem érti, akkor befeszülök, hogy mi az, amit akarok mondani, mit szeretnék látni. Durransz is egy hatalmas rosszanat, hogy na hello, felcsattansz? Én van, amikor igen, és akkor, de ezek sokszor inkább csak ilyen szakmai. Uh-huh. És én mondjuk, vannak kollégák, vagy vannak olyan barátok, akik nem tudnak különbséget tenni a szakmai és a magán jellegű feldurranások között, vagy a robbanások között. Ezek és azt hiszik, hogy ezek emberi konfliktusok. Nem, ezek kizárólag szakmai. De jó, azt hiszem, igen, és akkor elszabadít, amikor csak rájövök, hogy nem biztos, hogy egy szinten vagyunk, mondjuk. Meg is sértődött már kollégád? Sokan nagyon. Igen. Rá is ment mondjuk emberi kapcsolat? Nem, de bán, ilyenkor az engem bánt, és akkor mondjuk a feleségem is mondja, győző, nem, de nem tudod, nem hallott, hogy milyen hangon tudsz. Ó. Megszólal. Annyira bántó? Nem olyan? Bántó, hanem száraz. Uh-huh. Inkább én azt szoktam, úgy szoktam fogom, hogy praktikus. Mondasz egy példát? Tehát én mondjuk most nem úgy jártam el, színészi partneredként, ahogy te azt elvártad. Na, nehezen tudod. Nem, én figyelj, inkább az, hogy nem beszélek mellé, és az nagyon nehezen viselik el az ember. Tehát nem csomagolom be egy rózsaszín zörgős papírba. De mit mondasz? Ne bénázz már, szedd már össze magad. Nem, csak elmondom, hogy mit és hogyan szeretnék, és nem teszek hozzá egy lécit, vagy egy kérlek, vagy egy, hanem én praktikusan elmondom minden sallang nélkül. Idősebb színésznek is? Igen. Nem baj, ha Kossuth Díjas, nem baj, ha édesapád lehetne. Te azt mondod, hogy téged azért ezek bántanak. Utóval. Az bánt, hogy nem értik, amit mondok. Bocsánatot kell kérned? Igen, és az is bánt, hogy miért kell bocsánatot kérnem. Nehezedre esik? Nem. Bocsánat kérés, köszönöm. A szeretet bármilyen megnyilvánulása nekem egyáltalán nem okoz. Nem okoz gondot az, hogyha le kell mennem, alá kell mennem bárkinek. Az nem. Viszont szakmailag azt mondom, hogy így is elmondok valamit, akkor az, akár azt mondja valaki, hogy te győzött, hallottad, milyen hangon mondtad ezt? És én nem érzem azt, hogy így. Én akkor azt érzem, hogy amilyen vagyok, abban a hangban mondom, és mások pedig úgy hallják, amilyennek látnak engem. Rendezőkkel szemben is ugyanilyen határozottsággal jársz? Igen. De a rendezőkkel, a kollégákkal még mindig sokkal inkább, és nagyon fontos,
a kompromisszumos, tehát én abszolút kompromisszumképes vagyok, és meg velem tök jó dolgozni szerintem, és én szeretek másokkal dolgozni. Vannak helyzetek, amiben egyszerűen nem vagy az idő, hanem nincs kedvem, vagy nincs időm jópofizni. De például, ha egy diktatórikus vagy... Nem volt még szerencsém, hál' Istennek. Ilyen rendezőhöz? Igen. Nem volt szerencsém? Nem. Hogy? Hogy úsztad meg? Nem tudom. A Katona József Színházban elég jó műhelyi munka folyt. Ott a művészet, szigorúan a művészet zászlaja alatt is, és a célért ment minden, és azt ember el tudja fogadni, amikor tényleg olyan, mint egy katonaság, és akkor úgy csináljuk, de az nem egy rendező, önző, megmutatni vágyásából, hanem abból, hogy ez a csapat mit tud magából kihozni. És nekem az tetszett, ez egy műhelyi munka volt. Nem, tényleg nem, az, már pedig az van, amit én mondok, és így akarok, azokkal nem tudtam volna mit kezdeni. Tudok olyan rendezőkről, akik kicsit durvábban fogalmaznak, ők volt, hogy megkerestek egy-egy szerepel, és akkor én mondtam neki, hogy okay, de az első hangos szónál felállok és eljövök. És nem volt hangos szó? Vagy nem jött össze a produkció. Volt olyan rendező, vagy rendezőnő, akinél elgurult a gyógyszer, és akkor én szerintem akkor ott megmondtam, amit kellett. És ott voltam. És kiálltam magamért, és kiálltam másokért. Hogy reagált ez a rendezőnő mindenre? Különös, hogy erre most megint csak visszakanyarodhatunk az őszintességre, a bátorságra, stb., de egészen más reakciót váltottam ki benne, mint amire számítottam. Onnantól kezdve nagyon kedves volt velem. Például... Másokkal is? Tehát a te fegyelmező erőd hatott rá oly módon, hogy a többiekkel kapcsolatban is szerintem mások... Szerintem egy ilyen típusú embernek, hogyha egyszer beleállsz, akkor ezzel valahol, nem tudom, kivívsz valamilyen titulus, valamilyen... Tekintélyt, és kérülöd a határokat. Meg is és nevezed? A 10-ből 9-en ezt nem merik, mert se hiszen, mert félnek, vagy nem merik, és nagyon sok sztorit hallunk bizonyos színházakban. Én azokban nem voltam ott. Meg azért, ha jól sejtem, te nem voltál függelmi viszonyban ezzel a rendezőnővel, akire én gyanakszom most, hogy beszélt veled. Tehát emberek, akik ki voltak szolgáltatva. Szerintem nem gyanakszol, de mindegy, mert nagyon sok rendezőnő van. Tehát nem az, akire én gondolok. Nem tudom, kire gondolsz. De nem akarod megnevezni? Nem, azért nem, mert nem szeretnék egy csapat kinyitni. Én azt tudom, hogy akár bizonyos rendezőn, ő nem, amikor akkor legyen az, hogy tudod, hogy kiről beszélek, és én is tudom, hogy te tudod, hogy kiről beszélek. Ő nem egy rendezés kapcsán, ő engem soha nem rendezett, hanem mint kollégák voltunk, és akkor beleálltam bizonyos sztorikba. Földik vagyunk, végül nem találkoztunk soha, nem egy kultúrkör, vagy egy nyári színház kapcsán találkoztunk, és akkor ott azért, amikor olyan volt, akkor én is úgy felemeltem a hangom, vagy kiálltam magamért. Tehát, hogy többet engedhettetek meg egymással szemmel emiatt. Én úgy sajnálom, hogy nem kerültem, igazából sosem kerültem ilyen szituációba, amikor, de csak azért, hogy tudjam, hogy megtudjam, hogy tényleg ilyen vagyok-e, vagy olyan vagyok-e. Senki nem lépett, vagy nem csinál semmit tisztelt a kivételnek, az előtt én egyszerűen értetlenül állok. De csalódást okoznál saját magadnak, ha... Biztos, hogy nem okoz egy csalódást magadnak. Nem. De miután nem tudod, hogy reagálnál, nagyon sokan saját magukat is meglepve valamiért nem tudtak úgy reagálni, ahogy te vélelmezed, hogy te reagáltál volna. Lebénul az ember. Lehet, hogy lebénul az ember, de és tényleg talán az előbb azt mondtam, hogy sajnálom, tehát én inkább hálás vagyok, hogy nem kerültem ilyen szituáció, mert én a szeretet elvét vallom mindig is. Én a szeretett színházat szeretem. Én az, amikor ott vagyunk, röhögünk, megbeszéljük. Jó, nyilván mindig vannak feszültségek,
De hidd el, hogy akkor is, hogyha kicsit túlmegy a célon valaki, túl lő a célon valaki, akkor azt mondom, hogy figyelj. Előfordul, hogy igazságtalanság történhet a színpadon. Én akkor szerintem képbe vagyok. No, válasz, vagy kérlek. A kellő módszer, vagy a kellő eszköz használva mindenképpen értésére adom, vagy mindenképp valamit lépek. Olyan nincs, hogy csöndbe maradok, az biztos. Most nem maradj csöndbe, kérlek, válasz egy másik témát. Móka Miki. A Móka Miki az a Tilos az ára vonatkozik, ahol te ugye pultos voltál, az egy nagyon menő szórakozó hely volt, a művészvilágnak, vagy a budapesti éjszakának egy nagyon frekventált helye, te ott pultosként dolgoztál, svéd hercegként hívtak az éjszakában, szőke fürtökkel, téged úgy kell elképzelni, hogy ilyen, hát most mehetett annyi idő, nyugodtan elmondhatod, ilyen éjszaka császára voltál? Minden este egy csaj, duma. Te voltál a középpont, úgy kiviláglottál a teremben? Nálam azért sokkal nagyobb kaliberű csávok is voltak az estében, az éjszakában. De ugye, aki egy ilyen helyen dolgozik a pult mögött, és tehát ezek ilyen hétközben 3-ig, hétvégén 5-ig nyitva lévő helyek, rengeteg színész, zenész jár oda, elképesztő bulik, koncertek. A pultosként egy kicsit mindig olyan másképp vagy ott azon a helyen. Tehát akkor nem egy vendég vagy, hanem ott a pult mögött állsz, kicsit ilyen, kicsit ugye hozzád oda mennek, tőled kérnek, veled beszélgetnek. Te vagy ott az egyik kulcsfigurája a helynek. Ez bizonyos előnyöket azért. Milyen az előnyökre ember. Gondolsz? Hát például, hogyha valakit tetszett egy lány, akkor mondjuk meghívtam valamire, és ezt mondjuk a kárba fölírtam, mondjuk a, tehát ugye, ez, ugye voltak azok a rubrikák, vagy a barátaim is jöttek, és akkor azoknak kárként el volt számolva, kárként, is jöttek. Igen. Volt és a kár kategória, és akkor volt egy kicsit, hogy több volt a kár. Ez leesett, lejtett koktél, ez bármi lehetett. Sok csaj ivott így módon veled. A kár rubrika formájában? Igen, a kár, igen, hát igen. Aztán az más kérdés, hogy a kár kategóriába tartoztam-e, vagy nem az eltöltött este után, de szerintem nem. De, az egyik kifejezés, a vadász az arra vonatkozott, hogy feleséged, Rezes Judit például azt nyilatkozta egy interjúban, hogy nagyon sokan óvták őt tőled, és nem is a drogos múlt miatt, hanem hogy te ragadozó voltál. Mármint a nőkkel kapcsolatban. Igen. Tehát neked volt egy olyan korszakod, amikor kiszúrtál egy csajt, és ez volt a drive? Igen, ez volt a drive, de már nagyon régóta ez volt a drive, vagy ez a drive, tehát hogy igen, tehát ez szerintem valahol nagyon-nagyon hátul biztos az a kis vidéki kisfiú, aki bizonyítani akar. Hogy menő csávó és helytáll. Igen, de ez most is így van. Most milyen formában? Figyelj, én még a mai napig elcsodálkozom azon, hogyha mondjuk egy komoly nagy színész mellett állok. Például ki mellett? Amikor még együtt dolgoztam, mondjuk Hamon Péterrel, Szacsvai László barátomként. Molnár Piroskával gondolom. Molnár Piroska, Lukács Andor, Benedek Mica, Új Lakidini, sorolhatnám. Meg vagy szeppenve? Meg, az égérő fű. Hát most érted, ott ülök, és ott játszom a Szenesem, vagy a Dinivel, vagy mondjuk a Máté Gábor, hogy sorolhatnám kik azok az emberek, akiket néztem a tévére, Udvaros Dorottya, Cserhalmi, Csámpi. És ez a vidékiségedből fakad, szerinted? Hogy a nyilbátori gyerek följön, és megcsípi magát, hogy a túróba kerültem én ide Molnár Piroskával egy színpadra? Igen. A mai napig? Igen. Milyen érdekes, milyen ellentmondás, hogy egyfelől mersz szólni, igen, másfelől meg összehúzod magad.
Igen, tényleg így kapkodom még mindig a fejem, hogy ez hogy alakult, és ez társul persze egy büszkeséggel, egy honnan jutottál hova, egyedül csináltam meg mindent. 14 éves koromban jöttem Nyírbátorba, és most itt tartunk. Ezekre tényleg rácsodálkozom. És ide sorolható, ide volt az is, hogy ugye ezek a csajozások. Majd nem a mennyiség volt a mérvadó? Nem. Hát a hódítás maga? Igen. Tehát ezt a csajt is elviszem. Igen. És ezt úgy kell elképzelni, hogy kiszúrtad, addig mentél, amíg célt nem értél? Hogyha azt éreztem, hogy ez nem úgy sem fog menni, akkor vagy az fura, hogy az első körben már azt is megéreztem, hogy ez nem fog menni, de az úgy kevés volt, mindig adtam egy esélyt magamnak, és akkor igen, addig mentem, amíg el nem értem. De nagy volt a dumád? Vagy ilyen ellenállhatatlan, sebezhetetlenség volt rajta? Nem tudom, mi volt ez. Biztos. Hát figyelj, a rock'n'roll azért tudtam, szerintem én nagyon pattanásos, ez biztos egy frusztráció volt, tehát én nagyon pattanásos voltam középiskolásként, igen. De nem volt semmi, egy kocsim sem volt, egy albérletem volt, a Tilosozában dolgoztál, ugye ott jött a Tilosozá performance színház, Vajdai Vilével ugye a tápszínház. Én nem tudom, mi volt ebben. Szerintem így, nem tudom, valahogy olyan korpusz, olyan. De nem néztem ki rosszul, sosem néztem ki rosszul. Merjük használni ezt a kifejezést? Komolyan, ez le volt, soha nem voltam, szánkás voltam, izmos voltam, sportoltam, szöke olyan volt, szerettem jó ilyen extrém ruhákba járni, de hát nálam sokkal nagyobb császárok voltak, ott a zsiráf, a Dixi, és még sokan mások, tehát ezek ilyen ők voltak az éjszaka császárai. Elmeséltél egy történetet egy tévéműsorban, nevezetesen, hogy téged megcsaltak, hazaértél, kvázi inflagranti volt. Igen. Hát ilyet én még az életben nem hallottam. Te nem balhéztál, nem vonultál el sértődötten, hanem lefeküdtél aludni. Úgy, hogy a te csajod épp egy másik igen. fickóval szereti egymást. Hogy ezt szépen fejezzük ki magunkat. Miért csináltad ezt? Csak ezt arra lennék kíváncsi, hogy egy ilyen ember, akiben van dac, bizonyítási kényszer, erő, az egy ilyen éles helyzetben. Miért tér ki a konfliktus elől? Nem azt mondom, hogy miért nem verted fél holtra. Nem kitérés szerintem. Sosem értettem, hogy mi ez a birtoklás, vagy nem tudom, vagy a hogy is hívjuk ezt, hogy na, figyelj, én hogyha volt egy csajom, és jött egy másik csávó, akkor én ebbe a harcba soha nem mentem bele. Miért? Hát szerintem ez most mi kezdjünk el üljünk le dumázgatni, vagy berekedjünk, vagy... Milyen egyetértek szerintem? Hát, ha már ott bizonygatni kell bármit, megettel fenn. Ha itt tartunk, a féltékenység, a harag, az irítség, és még rengeteg kár, hogy ezeket szavakat nem írtad fel, de hogy ezek mind távol, távol állnak. Figyelj, ez így van, elment, most mi, akkor most a visszacsábít, vagy akkor kezdjük el játszani, harcolni, eldöntött, itt van, jött egy csávó, ő kellett neki, nem fogok ezzel harcolni, nem. Nem kezdek el egy elsőként, elsőből, másodikként elkezdeni fájtolni senkivel. Nem fogok. Soha nem fogok fájtolni senkivel ezért. Pénzért, szerelemért nem fogok fájtolni senkivel. Azt is jelentem, hogy én nem fogok. Mondjuk az, amikor éppen nem kapom meg a pénzem, vagy csúszik két utalás, akkor ideges tudok lenni, de vitatkozni pénzzel nem fogok. Elengeded? Annyi, úgy legyen, nem. Volt, ami benn is maradt, mármint pénzben, azt mondtad, hogy nem volt, ami benn is maradt, igen, de ez nagyon-nagyon régi sztori. Igen, azért jellemző volt a magyar filmes szakmára, hogy rettegtél attól, hogy megkapod a pénzedet, vagy sem. Ma ez már hál' Istennek nincs így. De, és pontosan innen vannak egyfajta tartozások, amik máshol nem lesznek kifizetve 96-ból, ugye? Hát de azt már azt hiszem, azt hogy már nem. Gyanús. Gyanús.
Így is mindig csúsznak, vannak azért hivatkoznak, likviditás, stb. Problémákra. Nem fogok itt szerelemért harcolni. Ez milyen érdekes. Rezes Judittal készült egy másik interjú, mert hogy én ezt is elolvastam, hogy ezeket is megpróbáltam elolvasni, ahol azt mondja, és miután megjelent, így elmesélhetem talán, tehát nem valami magánbeszélgetést adok ki, hogy ti egy bulin kavarodtatok össze, igen. Nem is gondolta ő azt, hogy ebből olyan hűde nagy dolog fog következni, de a győző iszonyatosan udvarolt. Tehát annyira kitartóan küzdött, hogy ott leomlottak a falak. Hát ezek szerint azért mégis tudtál te harcolni, ha olyan volt a nő. Nem zárják ki a kettő egymást, tehát amit mondtam, hogy én valakit, valamit megszerzek, meg akarok szerzni, azt meg is szerzem. Ha nem adtad fel, akkor nem adtad fel ezt a lendületet, ezt ugyanúgy vittem tovább, és azon az estén, amikor vagy a csillagok álltak úgy, vagy a levegőben volt valami, egyszerűen lenyűgöző voltam, és ellenállhatatlan. Tényleg. Merjük kimondani, ha így volt. Igen, tényleg. És az nem csak a gorilla, vagy a stb., hanem tényleg. Vannak ilyen estek, kecsek. Vannak, ez olyan este volt, egy szenem. És akkor ő gondolta, hogy most akkor legyen úgy, hogy akkor most, na jó. És aztán sokáig így is lett, hogy csak egy estés, hogy egy kalandnak indult a dolog, aztán szép lassan átfordult, nem másba, azért ugye nekem utolta a családom a gyerekemmel, úgyhogy nem mi? Volt egyszerű a sztori. Ja, akkor te már, de akkor már nem voltál nős. De. Te nős voltál. Nős voltam, és ott volt a gyerek, és egy nem nyilvánvalóan az ember ad egy esélyt arra, hogy rendezze a dolgait, olyan hosszú átfedés természetesen nem volt, ezt idővel rendeztem, hogy most ez van. Tehát azért az jár lelkiismeret furdalással, egy ilyen. Az van, mindig van, az, sőt, még bennem van, még talán most is, amikor miután elmondtam a Juditnak hívják az első feleségemet is, mit ad Isten, hogy elmondtam Horváth Juditnak, hogy ez van, meg az van, és amikor úgy a kezében elsétálva a Borival távolodva tőlem. Bori a kislányod. Bori a kislányom, azt nem fogom elfelejteni, amíg élek azt a képet. Amikor minden kiderült, mindent elmondtam, és ők távolodnak kézenfogva a Borikával, tehát nem fogom tudni kiütni ezt a képet soha. De tény, hogy harcol az ember. Ha most azért volna, hogy a Judit összejön valakivel, és akkor... Most melyik Juditról beszélünk? Most mondjuk a Rezes Juditról. És valaki más szeret, akkor én fogom magam, és úgy érzem, hogy akkor talán, most nem tudom, hogy éppen hogy lenne, hiszen azért már van két gyerekünk, nem ilyen egyszerű a képet, de akkor én kiállok a képen. És akkor is, amikor nem tudom, hogy hogyan tudod, hogy hogyan folytatódott ez a történet, azon az estén, amikor hazamentem, lefeküdtem, és másnap előbb keltem föl, mint ők, és csináltam három főre. Most arról beszélsz, az inflagranti, igen. És megtelítettem az asztal, három tányérra, leültem, és akkor szépen megregeztem. Jött a szerető, és odaült. Igen. És te síri csöndben felszolgáltad az omletet? Hát megettük a reggelit, és akkor igen. Így. Ők zavarban, tehát a párod és persze. A... Persze. De igen, de szerintem ez mindenki zavarban volt. Hát abszolút, elhiszem. Nem is tudom, hogy ez egyfajta fölényt vagy jelentette, bármit nem volt célom, de aztán valami érdekes, hogy évekkel később, na, mindjárt, most azt mondom, hogy kuzusi. Ez a szó az, hogy kuzusi, ezt fel is írom, nyilván felejtsem. Kuzusi. Hogy később a lány oda jött hozzám sok-sok évvel később, és azt mondta, hogy győző, te nyertél. És akkor próbáljam értelmezni, hogy ez olyan mit jelent. Hát és igen, mit jelent? Hát szerintem azt, hogy nem kezdtem el harcolni, nem kezdtem el viaskodni, nem kezdtem el fölényeskedni, nem kezdtem el hisztizni, nem kezdtem el. És ők aztán együtt voltak évekig, tehát nem csak egy estés dolog volt. Nem azt jelenti inkább, hogy te nyertél, nevezetesen ezzel a nagy vonalúsággal azt is bizonyítottad, hogy lehet, hogy rosszul döntöttem, hogy a másikat választottam. Lehet, hogy azt jelentette, igen, de nagyon sok mindegy jelent, ezen gondolkodtam.
De az is jelent, hogy mondjuk tényleg már házas emberként, vagy második ilyet mondani, nagy felelősség, vagy talán a rezestőjét nem nézi az adásra, nem hallgatja, de... Úgy mondta, hogy nem vágjuk ki. Nem. Hogy valamiért olyan jó emlék vagyok minden volt barátnőmnek. Uh-huh. És ez nagy dolog. És ez jó dolog. Nem, nincsen haraggal, nincsen semmi beragadt feszültség senkivel. A Kuzusi, ezzel én kempóztam, Zenbukán kempó. A Kuzusi az egy kifejezés. A fizikai és a lelki, vagy pszichikai Kuzusi, az, a Kuzusi az azt jelenti, hogy kibillentés. Uh-huh. Fizikai ráhatás a harc közben, meglepni a másikat, kibillenteni a másikat. Ugyanígy létezik egyfajta pszichikai hadviselés is a harc közben, a boxnál. Sokan azt hiszik, hogy ez csak egy erőjáték közben, nem. Nagyon erős fejben. És egy okos taktikus játék a box. Nem csak az, hogy ütik egymást, verik egymást, az egy nagyon kőkemény pszichikai játék. A Kuzusi az, amit én nagyon szerettek az életben, billenst ki a másikat egy nem várt reakcióval. Lelkileg is, akár fizikailag is. Úgyhogy nem tetlegességről beszélünk, billenst ki. Főzz egy ránt, csinálj egy rántottát, és nem tud a helyzettel mit kezdeni. Mert azt várja, hogy te most ki fogsz bukni, öröngeni fogsz, és stb. Nem. Teljesen váratlant kell húzni, ha jól értem, homlok egyenest azt, amit ő várná, vagy amit mondjuk úgy logikusnak vél. Igen. De ehhez nagyon nagy önuralom és higgadság kell. Hideg fej. Igen. Ez van, mikor összejön, van, mikor nem. De ez a kibillentés, ez egy jó taktika tud lenni. No, válasszunk kérlek egy másik kifejezést. Bár csak megtenné valaki. Ó, az egy nagyon izgalmas és messzire vezető kifejezés. Azt mondtad egy interjúban, hogy amíg te a katonában voltál, és mondjuk el, nem biztos, hogy mindenki tudja, neked nincs színművészeti főiskola. Nincs. Igen. Diplomád. Azt mondtad, hogy hosszú-hosszú ideig reménykedtél benne, hogy valaki, bárki a társulatból odajön, és kezedbe ad egy papírt, amire rá van írva csak úgy, viccből, hogy diploma. Igen. Téged ez ennyire frusztrált? Jó, ott félistenek voltak, tehát azért a katonában, akkor tényleg az ország sűrítménye volt, ami színház és minőség. Figyelj, az outsider az valahogy mindig is outsider marad. Nem mondom, hogy nem vagyok körön belül, de hiszen azért már elég sok mindent megcsináltam, hogy letettem, vagy elértem ebben a szakmában. Hidd el nekem, hogy még most papír nélküli Kossuth díjasoknál is érezhető, hogy vagy bennük van ez a pici kis kihúzatlan tüske. Tényleg? Hogy nem vették fel annak idején a főiskolára. Igen, csak ez szerintem minden hasonló frusztráció, vagy komplexus megér vizsgálatot. Nevezetesen, hogy ez mások szemében van így, vagy benned. Mert a kettő sokszor teljesen elválik. És más már nem gondol erre, de belül az emberben mélyen egy soha el nem múló kicsinség van. Ez is soha el nem múló. Még a Jászai díj, amit most ugye megkaptam végül is, hogy még az is egy picit ugye egy 7-7-ig, 2-ig úgy helyretett benned valamit. De utána, mintha semmi nem történt volna. De nagyon-nagyon örültem neki, nagyon-nagyon borzalmasan vágytam rá, meg hogy aztán elengedtem, és amikor elengedtem végérvényesen, akkor kapom meg, tehát mindig akkor kapom. Mindig akkor, nagyon-nagyon fura, de figyelj, szakmailag azt érzem, biztos van még egy csomó, amiben az ember fejlődhet, és most bármilyen fura hangzik, most arra kezdett úgy megérni bennem egy csomó minden. Most én szerintem színészileg vagy szakmailag így jó formában vagyok. Kapok jó szerepeket, most csomó új dolgot kipróbálok, már régen voltam meglévő szerepeimben, fejlődöm napi szinten, fejlődök. De nagyon sok technikája van ennek a színészetnek, akár a ritmus. Te még fejlődsz szakmailag? Igen, de szerintem jó helyen vagyok már, tehát azért elég nagy rutinom, inkább rutinom van a forgatásokban, szeretnek velem dolgozni,
viszonylag ritkán hibázok. Tehát, hogy szerintem most így nagyjából már úgy vagyok, hogy így szakmailag és minden szinten elértem valamit, amit úgy mások is szeretnének, vagy... Igen, csak hogyha kapnám mondjuk egy Kossuth díjat, vagy egy Prima Primissima díjat, lehet, hogy 3 hétig tartana ez a fajta elégedettség, aztán megint jönnének a kérdőjelek. Ugye, én egy dolgot tudok, bármilyen, én amikor ezt mondom, hogy... És ezt egy kicsit komolyan is gondolom, hogy én egy ilyen, az a baj, hogy keresem, hogy megvan erre a kis szentencia, hogy hogyan szoktam ezt megfogalmazni, nagyjából így hangzik a mondat, hogy én egy ilyen csapnivaló grafikus vagyok, egy félművelt színész, viszont kibaszott jól vezetek. Szóval a rutinommal és minden együtt azt kell mondjam, én profi vagyok. Igen, de például én szerinted észreveszem azt, aki járok színházba és azért figyelem, de mégsem vagyok színházi ember, hogy te nem egy ilyen klasszikus iskola nyomása játítottad el a színészetet, még mondjuk egy olyan, aki 5 évig izzadt az egyetemen, egészen máshogy is eljátszott vagy közelített meg egy szerepet. Magyarul egy laikus szem látja a te vélelmezett erősségedet, és a te vélelmezett ilyen értelemben hiányosságodat? Ez most nagyon nagy képűen fog hangzani, amit mondok, de vállalom. Én pontosan talán azért nem végeztem a főiskolát, amit én hiányosságnak érzek. Pontosan attól én egészen másképp, és máshonnan jövök, és másképp gondolom, és másképp közelítek meg dolgokat, ezért aztán, aki a színpadon engem lát, ő a Szabó Győzőt látja szerepekben. Tehát nekem van egy Szabó Győzőségem. Uh-huh. Tehát te magadra húzod a figurát sem, mint hogy átalakulsz azért a figurát. Minden de, figurában de is, Szabó Győző vagy. Nem. Hanem, hogy úgy vagyok Szabó Győző, hogy nekem megvan a megközelítéshez, vagy a sosem szeretem a legegyszerűbb utat választani, nincsenek meg a technikai, most már megvannak, technikai mankóim, ebben nagyon sok minden beletartozik, hanem egyszerűen gondolok valamit, és lehet, hogy a másik 10 nem úgy gondol, nem azt gondolja. És én abban igyekszem a szerepet megtölteni, hogy a lehető leghitelesebben, őszintébben. Én szerintem a sikeremet azzal értem el, hogy úgy szólok meg, most ez minden kollega itt szólal meg, csak tudod, hanem igyekszem úgy megszólalni, mint egy ember. Uh-huh. Nincs mögötte. Nem, vagy a átlag nézve nem érezhetni mögötte azt, hogy most egy figurának a fölvett, nem tudom, milyenek a hangjának a miével szólal meg, vagy hitelesen, vagy nem hitelesen. Az egyik téma az a top 5, és nagyon-nagyon rímel rá, úgyhogy nagy zicser lenne ezt most nem kijátszani. 2 interjút is idéznék. Az egyik Stól Andrással készült, azt hiszem 2013-ban. Megkérdeztem tőle, hogy generációjában kik a igazán jók. És ő téged például beletett az egészen szűk elitbe. Uh-huh. 3-ba vagy 5-be. Uh-huh. Elsők közt. Gesztesi Károly Friderikus Sándornak, amikor megkérdezte, hogy Gesztesi Károly hány legjobb színészben van, téged oda tett az ország 5 legjobb színésze közé. Börcsökre emlékszem, Eszenyine, Harkányra. Uh-huh. Amikor ilyet hallasz, akkor azért az megbizsergeti a szíved, azt mondod, hogy menjetek már fenébe, azért ez... Megbizsergeti. Persze megbizsergeti. Ezek nagy szavak. Mindkettő részéről. Akár korosztálybéli, akár egy szubjektív ötös kialakítás, akkor úgy általában, mert azért Harkányi Endre például egész más korosztály. Igen. Persze megbizsergeti, de nekem ugyanúgy megbizsergeti az esténként, amikor lejátsz az előadás, és amikor éppen te kerülsz sorra, és akkor húogva tapsolnak neked. Ezek mind megbizsergeti. Igen, hogy legyek gonosz. Az nem biztos, hogy annak az estének is szólt. A szól annak, hogy téged látnak sorozatokba, mozifilmekbe, reklámokba. Azt azért akkor ott a húhogást, azért én már láttam olyat, hogy egy, nem rólad beszélek, de láttam olyat, hogy egy nagy népszerűségnek örvendő színész iszonyatosan nagy
tapsot, derültséget váltott ki fiatal lányok, nők körében, és azért azon az estén nem gondolnám, hogy az első 10 nagy alakítás közé oda soroltam volna. Tehát ezek azért lehet, hogy a te népszerűségednek is szólnak néha, nem elvonva ennek nem a tudom, hogy hol tart a népszerűség, vagy hol nem tart, még éppen hova sorolható az én karakterem. Ő, azzal együtt, hogy azt mondom, hogy csinálnak egy ilyen általános felmérést, amikor Szonyával csináljuk a műsort, ugye az van egy szeretett index, hogy, hogy minket nagyon 900%-os, nem tudom, hogy minket nagyon szeretnek a nézők. Engem valamiért nagyon szeretnek a nézők. Nem vagyok egy úgy megosztó személyiség, akár mondjuk a Stoll, de persze én is a drog után azért ide-oda kaptam hideget, meleget, de hogy és én nagyon kedvelem a Stollt, játsszuk együtt ezt a Jósarú Dozsarút ugye a centrálba, de hogy én rólam úgy nincs egyfajta olyan szintű kialakult képet, mert én sok mindent csinálok, és igyekszem megmaradni még mindig az előző visszacsatolva a Szabó Győzőnek, aki miért nem lehetne el mondjuk egy showműsorban, ezzel együtt miért ne játszhatna egy drámai szerepet, ezt megint kevesen tudják róla, mert azt hiszik, hogy ilyen nagy abszolút a komikusi, vagy a mókamiki véna van bennem. Egyáltalán nem. Én nekem abszolút ott vannak az igazi komoly drámai szerepeim, hogy ott voltak, tény, hogy most a Táliában ugye az ember elmegy, vagy a vezetőség révén elmegyünk az igényes szórakoztatásra, nagyon komoly, nagyon jó színdarabokat csinálunk. Nem gondolnám, hogy hogy feltétlenül a Stoki miatt tapsolnak meg aznap este. A Mi Kis Falunk szerepe miatt. Vagy a Mi Kis Falunk szerepe miatt, vagy éppenséggel valami Amerika szerepe miatt. Tudom, sokan azt mondják a szakmában, hogy Győzött, te egy bátor színész vagy. Bátor, mert hogyha az ott van a színpadon, akkor már elengedsz mindent, akkor már nincsenek gátlások. És vannak olyan dolgok bizony, amit kevés ember mer megcsinálni a színpadon, olyan dolgokat, amiket én megcsinálok. Mondjuk mesztelenséget. És ebben nem csak a mesztelenséget gondolom. Azt csináltad, ugye, azt kétszer is voltál, de például a csóktól, meg a pofontól, attól például tartasz. Igen. De miért? Nem tudom megfogalmazni. A pofon nyilván azért, mert alapvetően pacifista vagyok, ahogy ezt itt már mondtam, tehát én nem szeretem az agressziónak semmilyen formáját. De nincs egy olyan színészi technika, amivel ez ki lehet biztos van, köszörülni? De nem szeretem. Uh-huh. Nem szeretem. A csóktól miért tart? Az meg megint más, mert ez egy olyan intim dolog, amit meg talán azért, de mondhatják, hogy gyerekeket persze színész, hogy csináld meg. Annak meg az intimitás, ami, uh-huh. ami nekem olyan... Nem tartozik másra feltétlenül. Igen. A pofon az nem onnan lehet ez a fajta tartózkodás, hogy tudomásom szerint igen, nagyon szigorúan neveltek, és azért elcsattant egy-egy pofon otthon. Lehet, hogy ez benne van. És sajnos nekem is volt egy olyan pont már egyik gyerekemmel, amikor vitt az indulat. Hány éves volt? Hát ez már, nem tudom, 8 éves lehetett körülbelül. Mit követett el? De nagyon szentelen volt, és csak bemutatott egyet a apjának. Uh-huh. Erre te mit léptél? Azonnal ment egy pofon. És nagyon utána, bánod? Nagyon, nagyon. Rögtön utána tudja az ember, hogy ezt nagyon nem kellett volna. Igen. Csak egyszerűen reflexzerűen történt. Tehát amikor egy 8 éves gyerek bemutat neked egy középső ujat, az teljesen meglepett. Váratlan volt meglepett. Sírt? Nem. Én is sírtam. Igen? Igen. Már ott előtte? Nem előtte, hanem utána. Vagy a gyerek előtt? Igen. Nem esett jól. Ez például ez is egy olyan beégett pillanat, mint amit az előbb említettem, amikor... A volt feleséged Borival. Igen. És bocsánatot kértél a 8 éves gyerektől? Igen. Elfogadta? Hát igen, azt mondta, hogy semmi baj, oké, de azért évekkel később, tehát ezekkel nagyon kell vigyázni, mert évekkel később azért úgy persze már kicsit megmosolyogva, de föl, tehát úgy nem felejti el. Én sem felejtem azokat az óriási pofonokat, meg a vonalzóval. Amit te kaptál otthon? Ami igen. Anyukától vagy apukától? Anyukámtól. De mit kellett elkövetned?
nem tudom, később értem haza, vagy sem tudom. Voltál hány éves? Hát ez mind a 14 éves kor előtt történt, ugye utána már nem tudtak kontrollálni, hiszen... De megpróbáltak akkor is? Nem. De volt olyan eset, amikor adtak volna pofon, csak te útját álltad, ugye? Tehát ez nem úgy ért véget, hogy egyszeribe észbe kaptak, hogy már felnőtt a győző? Egyszer megfogtam édesem kezét, és akkor soha többet nem kaptam. De mi történt, hogy akkor már megmerted fogni? Nem tudom. Ez egy pillanat. Ez egy olyan pillanat volt, amíg ugyanígy végigkísérik az egész életemet. Nem tudom, pont ott voltam, pont azt csináltam, pont akkor. Ezek végigkísérik az életemet. Haragszol te ezért anyukádra? Nem. Ez egy hosszabb beszélgetés lenne. Azzal együtt, hogy pacifista vagyok, időnként azért, én nem azt, hogy nem hinnék, vagy bíznék, de ez a fegyelmező inkább nem is pofon, hanem ez a barack, vagy ez a az olyan jó volt, hogy apukám, vagy a nagyapám az inkább egy barackot nyomott az ember fejére. Tudod? Az így megcsípi az ember arcát. Hát ez nem ezt, igen, a barackot. Igen. Tehát az még beleférne, tényleg. Az időnként tényleg, mert most egy olyan egészen más irányba halad a pont emiatt, hogy most lehet, hogy nekem fog ugrani mindenki, de hogy most már tényleg minden ez mindenkinek. Joga van, most már mindenkinek. Minden, teljesen kifordult a világ. Nem a tetlegesség, ami a hiánya miatt, hanem egyszerűen most már olyan nincs meg semmifajta tisztelet, nincs meg semmifajta alázat, nincs meg semmifajta, nagyon sok platformon. De te rájöttél arra, hogy anyukád miért gondolta ezt ezek szerint igen gyakran célszerű nevelési eszköznek? Szerintem ez akkor minden háztartásban így volt. Ti beszéltetek erről később? Nem. Nem merted felhozni, vagy nem láttad indokoltnak? Figyelj, amikor elkeveredtem 14 éves koromban, már ott már nem beszéltünk meg semmit. Egyébként, ha már itt tartunk, eleve nem beszéltünk meg soha semmit. Ez kimúlott? Nem tudom, én is egy ilyen anyukám még anno azt úgy fogalmazott, hogy belőlem mindent harapófogóval kell kihúzni. Úgy alakult? Hát amikor pontosan emiatt talán a szigorú neveltetés miatt, hogy én magáztam a szüleimet, pontosan emiatt ezért is az a szó részemről, hogy szeretlek, az nem igen hangzott el. Hogy mondtad akkor, hogy fejezted? Nem mondtuk sehogy. Sehogy? Nem. Hát azért az hiányzik egy gyereknek. Persze, biztos hiányzik. Tehát én azt, hogy szeretem anyukát, vagy nem. Mert ott oda-vissza sem mindig volt, tehát nem volt ilyen gyere rémlik, hogy utaztunk persze sokat, de olyan nem volt ilyen ölelkező és puszikozós. De ők mondhatták volna tegezve is. Lehet, hogy mondhatták volna. És nem mondták. Lehet, hogy nem. Apukád se? Apukám sokkal nem, engedékenyebb, ha ő ment a szülő értekezletre, akkor tudtam, hogy ugye azért akkor nem lesz baj. Pedig ilyen jó tanuló gyerek voltam. Mindig jó tanuló gyerek voltam. Anyukádat elvesztettétek, apukád még él, ugye? Nem, apukámat is elvesztettük, amióta nem találkoztunk. Értem. Igen. Őt kezded, hogy a 80. születésnapja előtt egy nappal. Hát április 3-án lett volna a születésnapja, és április 2-án halt meg. Teljes váratlansággal? Igen. És elég közel van a két dátum akkor, amikor elvesztetted anyukád és apukád. Tehát ez nagyon gyorsan. Igen, hát adott. Két év. Igen. Igen. És egyikükkel se tudtál semmit tisztelni. Nem, de még azt sem beszéltük meg, hogy mi volt ez az egész cuccos dolog. Mert ők ezt 13-ban tudták meg. Tehát tulajdonképpen igen. A könyv megjelenését követően döbbentek rá. Nem. Én amíg azt kértem a kiadótól is, meg mindenkit, hogy amíg én ezt nem beszélem meg a nővéremmel és a szüleimmel, addig ez nem. Ők azt gondolták, hogy a kicsi fiúk elment karriert csinálni Magyarországra, megy is neki a szekér, fogalmuk nem volt arról, hogy ez a gyerek mit csinált 10 évig. Nem. Mikor ezt elmondtad, azért az megrendítő lehetett. Igen. Igen, de megint ez a szeretet, ez csak tovább vitt egy picit, nyilván kiánycsolok voltak, sok mindent meséltem nekik. Vittem haza egy könyvet, a nővéremnek is adtam egy könyvet, nővérem elolvasta, tudom, apukám még szerintem nem olvasták el. Lehet, hogy önvédelemből. Igen.
Igen. Nagyon nagy fájdalmat okoztam velük volna nekik ezzel a könyvvel. Ez az egyetlen kerékkötője volt talán, mit kezdjek ezzel az egészen, hogy tudtam, hogy ez lesz a legnehezebb pontja a sztorinak. Máshogy néztek rád? Nem. Tehát Nem, abszolút egyetértően. Ha valahol ott igazán kijött belőlük az a szülői féltés vagy szeretet, amit lehet, hogy hiányolhatunk, vagy pont ez a szigorú neveltetés révén kimaradt az életemből. Nekem nem voltak ezek az odabújások, azt tudnék, hogy édesanyám ugye óvónő volt, és pedagógus, tehát itt szerintem nem tudta külön választani ezt a két dolgot. Tehát otthon is egy picit akkori kornak megfelelő nevelőnői szerepet töltött. Ami azért néhol baj, mert az ember a saját gyerekével szemben nekem még nincs, de vélelmezem, hogy máshogy kell, hogy eljárjon. Igen, nagyon-nagyon nagy szívű, egyszerű emberek voltak az én szüleim. Nagy sírás-rívás volt, mikor ezt a könyvet átadtad, és elmondtad, hogy mi történt? Nem, inkább ilyen értetlenség volt. Aztán, de mondom, nem tudom, ez csak egy feltételezés részemről, hogy olvasták-e vagy nem. Én szerintem nem olvasták-e. Biztos szó esett volna róla. Pontosan emiatt, hogy nem... Nincsenek ilyen nagy érzelmi kitörések, se ide, se oda. Én minden nap megölelem a gyermekeimet, minden nap megpuszolom a gyermekeimet. Minden platformon, mindenhol, ahol tudom, a szeretetemet kifejezem. Mindenhol, bátran merem, akár barátomnak is azt mondani, hogy szeretlek. És ezt nagyon furán nem tudnak sokan mit kezdeni. Vagy megírom egy SMS-be, hogy figyelj, én nagyon bírlak téged, Komán, vagy nagyon szeretlek, jó vagy együtt lenni, jó csinálni. Én megírom, mai kor gyermeke már vagy válaszol egy SMS-te, vagy nem, valahogy napok telnek el, de ezt ugyanígy el is mondom mindenkinek. Tehát pont ezért talán, igen. Igen, én bár nem vagyok nagyon a feltétlenül az érintkezés nagy híve, de hogyha valami jön egy nagy érzés, nagy érzelem, akkor azt én nem tartom vissza magamban. Olyannyira, és ez a záró kérdésem, hogy tudomásom szerint dacára ennek a marcona, látszólag marcona külsőnek, te filmeken is el tudod sírni magad, ez igaz? Igen. Úgyhogy ezért nem szabad megnézni a igazából szellemszű filmet. Azon is tudsz? Végig síró az egészet. Persze. Imádom ezt a filmet. Imádom, igen. Persze a karácsonykor biztosére adják, és mindenhol. És a gyerekek előtt ott törölgeted a szemed? Én nagyon, hát persze elég hatásvadász is az amerikai filmkultúra, tehát azért tudják pontosan, hogy mikor, mit kell, hány másodpercig, és milyen zenével, és a többi elérni ahhoz, hogy az ember elbőgje magát. Én meg színházon is, meg én el tudom bőgni magam szituációkon. Akkor is, ha megbántak valakit, tényleg. És aztán feljövöm, és tényleg, én nem szégyellem magam, akár egy férfi, egy férfi ember előtt, egy barát előtt, egy rendező előtt, én nem szégyellem magam elsőt, tényleg. És szerintem ezzel nincsen semmi baj. Egy kifejezést biztosan tanultunk, Kuzusi, megérdem. Kuzusi. Igen. Nagyon köszönöm, hogy láttunk, és hogy megmutattad ezt az arcot. Köszönöm. Én is köszönöm.